In case of a conviction, we are threatened with up to 20 years imprisonment for saving lives. And this is why I'm here today and cannot be at sea, because I have to fear pre-trial detention if I rescue another person at sea. Yes, that's right. I could go to jail right away if I'd save a life. That of a refugee, that is. Nothing would happen to me if I'd save a European passport holder. Sziasztok! Most ez egy nem rendhagyó beszélgetés, mert azt szeretném, hogy a csatornámon legyenek olyan beszélgetések is, ami egy kicsit tágítja a rálátásunkat a világ dolgaira. Volt már itt pszichiáter, volt már itt rapper. Most éppen Pilot Attilával beszélgetünk, aki fordított egy könyvet, mégpedig Jean Ziegler, Zieglernek a könyvét, aki egy svájci politikus volt, illetve az ENSZ élelmezésügyi külön megbízottja éveken át. Tehát jó rálát az ENSZ működésére és általában az emberjogi helyzet alakulására a világban, és a menekültügyről fogunk beszélgetni, kicsit más megközelítésben, mint a megszokott. Magyarországon úgy tűnik, hogy nagyon elviszi ezt a témát az Orbán gyűlölet, Orbán utálat, és hogy zárja le Orbán a kerítéssel a határainkat, miközben az Unió mint egy piedesztára emelődik, hogy bezzeg a befogadó Európai Unió mennyi mindent megtesz a menekültekért. És hát ez a könyv, aminek lesz Bosz, Európa szégyene a címe, és március 30-án jelenik meg, Attila a fordítója. Ez egy kicsit más megvilágításba helyezi ezt a témát. Nem nagyon megyek előre, nem sokban különbözik, sőt, még talán durvább az Európai Unió hozzáállása a szép szavakon túl, a gyakorlatban, a menekült kérdéshez, mint amilyen egyébként Orbán éjt. És én akkor át is adnám, Attila, neked a szót, egy picit szerintem először magáról a könyvről pár technikai dolgot nyugodtan mondj el, tehát hogy mikor, hogyan lehet hozzáférni, és kb. Miről szól, és talán a témában mi együnk el egy kicsit. Jó, hát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk erről a könyvről. Tehát Jean Ziegler könyve március végén jelenik meg, addig a könyvmecénás.hu-n indítottunk egy elővásárlási, illetve támogatási kampányt, tehát hogyha valakit érdekel az, hogy előre megvásárolja a könyvet, és a neve támogatóként belekerüljön, akkor a könyvmecénás.hu oldalon ezt megtalálja. Ugyanezen az oldalon elég sok plusz információt, kiegészítő anyagokat tettünk közzé a könyvről, hogy kontextusba tudjuk helyezni. Március végén megjelenő könyv utána áprilistól körülbelül a Lira hálózatában, illetve a Bookline-on és független könyvesboltokban megrendelhető. A könyv maga az 2020. januárjában íródott, azt követően, hogy Jean Ziegler az ENSZ emberjogi tanácsának, tanácsadóbizottságának alelnökeként ellátogatott Lesbos szigetére, és az ottani tapasztalatai és a mélységes felháborodása készítette arra, hogy ezt a könyvet megírja. Ebben a könyvben az Európai Unió külső határain alkalmazott gyakorlatilag intézményes erőszakot járja körbe nagyon sok szempontból. Ezek olyan szempontok, amikkel nem igazán szembesülünk nap mint nap, de nagyon lényegesek. Azért nemrég kiderült, hogy Magyarország is 60 ezer menedékkérőt fordított vissza az elmúlt év során nagyon megkérdőjelezhető módon, és ez a tendencia ez Európa nagyon sok országában megfigyelhető, hogyha a Horvátországot nézzük, a horvát-bosnyák határon, ami történik, nagyon jól van dokumentálva, Black Book of Pushbacks címmel egy 1600 oldalas válogatás jelent meg gyakorlatilag a tanúvallomásokból, hogy mi történt, ebbe 100 oldal Magyarországról szól, egy félkönyv Horvátországról és a többi Európai Uniós külső határról is nagyon egyértelműen az a visszajelzés érkezik vissza, hogy a hatóságok törvénysértő módon lépnek fel és nem hagyják a menedékkérőket a menedékjogi eljárás kezdeményezésére, amihez persze joguk volna a menekültekről szóló egyezmény alapján. Va a haber un cámara. Si se considera que el cámara tiene que ayudar, se le va a decir tú, la cámara a tomar por culo, ayúdame. Induljunk innen, hogy alapvetően mi az, amit aláírtak az ENSZ országai menekültpolitika terén, tehát mi az, amit egyébként elvi szinten vállalunk ellen, és ehhez képest talán még érdekesebb az, hogy mi történik a valóságban.
Igen, tehát 1951-ben született egy nemzetközi egyezmény, amit rengeteg ország, az Európai Unió összes országa aláírt, és ez rögzíti azt, hogy gyakorlatilag a erőszak elől menekülők számára nincsen illegális határátlépés, tehát az alapvető joguk, hogy egy ország benyújthassák a menedékkérelmüket, és hogyha ezt kedvezően elbírálják, akkor a menedékjogot élvezzék. Az országoknak természetesen módjukban áll megfelelő jogi eljárás keretében ezt elutasítani, de arra nincsen módjuk, hogy a benyújtást megakadályozzák. És azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az országoknak erre nincsen joguk, ez a gyakorlat nagyon-nagyon elterjedt. A török-görög határon, a nyílt tengeren történnek illegális visszafordítások, amikor megjelenik egy hadihajó a Frontexnek, néha NATO-nak akár, vagy a török-török parti őrségnek a hajója, és arra kényszeríti a felfújható gumicsónakban érkezőket, hogy forduljanak vissza, nagyon sokszor életveszélyes helyzetbe sodorva őket. Spanish NGO Open Arms was founded in 2015 at the peak of Europe's migrant crisis. They have since rescued over 60,000 people attempting the treacherous boat journey from Libya to Europe. But now these missions are under threat. In 2018, several EU member states began prosecuting rescue NGOs, accusing them of aiding human trafficking. The COVID-19 pandemic has only made it worse, with countries closing their ports. As a result, in November 2020, Open Arms was the only rescue vessel operating in the Mediterranean. Magyarországon is dokumentáltak nagyon sok olyan esetet, ahol a déli határon kifejezetten erőszakosan léptek fel a határőrök. Horvátországban ez gyakorlatilag nagyon gyakran előforduló probléma mindmáig. Érdemes tájékozódni, hogy a Helsinki Bizottság például elég alaposan részt vett ennek az előkészítésében, de ez a válogatás az ilyen európai szintű együttműködésnek az eredményeként jött létre. Tudsz mondani példákat? Tehát itt most említetted, a hadihajó megközelít egy gumicsónakot, ami már önmagában képileg egy, hát, hogy elég durva helyzetnek tűnik, mert hogy ott konkrétan életekről van szó, nem? Tehát egy hadihajó, én már csak a közelében is félnék, mert egy gumicsónakon, tehát van egy ilyen félelem, de hát itt, ha jól értem a helyzetet, akkor ennél azért durvább incidensek még is vannak. Még ennél is durvábbak, igen. Tehát a Sky News-nak van egy, közzétett egy összeállítást, ahol ezt tényleg le is filmezték, és gyakorlatilag a hadihajóról a vízbe lőnek egyre közelebb a csónakhoz, ami hát elképesztő félelmet kelt, és ezek után, hogyha kiadják parancsba, hogy most pedig hátraarc, akkor hát nem igazán van választás. Procedemos por proa a sacar mujeres y niños. Siempre embarcamos primero a la madre y una vez tenemos a la madre a bordo, embarcamos al bebé y así es la madre la que se cuida del pequeño y los socorristas pueden seguir haciendo labores de rescate. Sokféle technikát fejlesztettek ki, tehát akár olyat, hogy egy gyors motorcsónak nagyon közel elhúz hullámokat keltve a gumicsónak mellett, és ezzel gyakorlatilag veszélybe sodorja őket. Látunk olyan képeket, ahol vasrudakkal ütik a menedékkérőket. Ziegler könyvében sok ilyen van dokumentálva. Az, hogy hogyan sikerül dokumentálni, az nagyon fontos kérdés, tehát a szóbeli tanúvallomásoknak a felvétele nagyon fontos, sok civil szervezet foglalkozik ezzel. Nyilván, hogyha képi anyagot sikerül rögzíteni, annak még sokkal nagyobb ereje van, és elég sok ilyen képi anyagot sikerült rögzíteni. Itt lehet, hogy naiv a kérdés, de mi történik, hogyha valakik nem fordulnak vissza, tehát hogy akkor ölnek, tehát hogy akár belelőnek, nem csak mellé a hajónak, tehát mi történik, hogyha valakik nem ijednek meg, és jönnek tovább? Volt erre is példa, tehát erre is van példa a könyvben, kiukasztott gumicsónak, akit aztán vagy kihalásznak a halászok, vagy arról járó hajók, akik ezzel szintén elég kényes helyzetbe sodorják magukat, és hát vannak olyanok is, akik ennek hatására megfulladtak. Tehát igen, halálesetek előfordulnak. Sok olyan esetet hallunk, akár tegnap előtt, amikor menekülteket visszatoloncoltak, és úgynevezett életmentő tutajokra kirakták őket, tehát gyakorlatilag kirakták a nyílt tengerre bármiféle motor nélkül, és akkor utána várják, hogy a török parti őrség jöjjön, aztán visszavigye őket Törökországba, mert az EU és Törökország
ország közötti megállapodás értelmében ez az ő feladatuk. Most, amikor januárban, februárban kiraknak egy családot, legutóbb 5 férfit, 5 nőt és 3 gyereket raktak ki éjszaka a hideg vízre, hát nem emberséges hozzáállás. Salto al agua, primero salto sobre la lancha para intentar encontrarlo, pero era imposible encontrar el bebé entre medio de tanta gente. Balgani, a 7-year-old boy, is pulled out of the water seconds away from drowning. The rescue team is now overwhelmed. Gerard finds the baby, but he's not breathing. Cynthia begins performing CPR. Federico finds a second baby alive in the water. Mama, mama. Vale, lo tengo. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue, sigue. De pronto me llaman para decirme que llegaron dos pequeñitos en paro respiratorio que parecían muñecos. Lo primero es estabilizar la vía aérea. Tenemos un aspirador a compartirlo entre los dos. Vamos, tú un poco para el niño, yo al mismo tiempo con la niña. This is the last bottle of oxygen, cylinder of oxygen that we have. Joseph's state is critical, so the crew request an emergency helicopter to transfer him to an ICU. Jó, egy picit kanyarodjunk el arra, hogy mondjuk visszafordulnak, akkor rájuk mi vár? Tehát egy menekül, vagy hogy mondjam, nem is tudom, hogy melyik oldalra menjünk hirtelen, mert ugye ha visszafordul, akkor ott, ha jól értem, mondjuk afrikai résznél ott a líbiai milíciák, ha átjutnak, akkor meg egy embertelen körülmények között működő menekültábornak nevezett valami. Ez erről a két vonalról, ha mondanál pár szót, meg hát nyilván érdemes olvasni a könyvet, hogy aki részletesen akar tájékozódni, csak hogy mégis el tudjuk képzelni, miről van szó. Igen, tehát, tehát a könyv főleg a török-görög határt mutatja be, de a Líbia és Málta, Líbia és Olaszország közötti útvonal, ami sokkal hosszabb és sokkal veszélyesebb tengeri út, amiről egy nagyon érdekes videót tett közzé nemrég a Vice, a Proactive Open Arms civil szervezet mentőhajójának az akcióiról, tehát bemutatni, hogy tényleg milyen körülmények várnak ott az emberekre. A visszafordulás Líbia esetében katasztrofális, tehát semmiképpen nem tekinthető Líbia biztonságos országnak, oda valóban nem szabadna visszaküldeni senkit, és nagyon sok civil szervezet ugyanezt állítja Törökországról. Líbiában a viszonyok azok tényleg olyanok, hogy ott rabságba tartják nagyon sokakat, tehát elképesztő módon kihasználják, fizikailag bántalmazzák őket. Ebben az említett Vice videóban van, aki megszólal, és azt mondja, hogy ha őt egy líbiai hajó mentette volna ki, és fordult volna vissza Líbiába, akkor ő a tengerbe vetette volna magát, mert azt még egyszerűen nem kívánja megélni. Tehát embertelen körülmények uralkodnak, hogyha pedig Görögországba érkeznek, akkor ott egy olyan moriai tábor várt rájuk, ami hát elképesztő körülményeket produkált. Nagyon-nagyon túl zsúfolt tábor volt, tehát egy 3600 fő részére tervezett táborban 18 000-en laktak, és nagyon alapvető higiéniás körülmények például nem voltak adottak. Igen, tehát a táborról azért lehetett pár képet látni, azért volt egy-két videó, ami eljutott még Magyarországra is. Itt az érdekek szerintem ebben nagyon fontosak, hogy most egy pár dolgot, teljesen naív kérdések következnek talán, de hogy
mondjuk ha Líbiába visszakerül valaki ott ezeknek a milíciáknak, miért érdeke rabságban tartani embereket, vagy ott, mi történik velük? Tehát miért jó az, hogy bántalmaznak, miért jó az, hogy... Tehát valami érdek csak van mögötte, meg gondolom nem öncélú a dolog. Igen, igen. Tehát tipikusan Líbiába, Líbián keresztül próbálnak Európába eljutni a szubszaharai Afrikának azok a lakosai, akik úgy döntenek, hogy Európába próbálnak szerencsét. Ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy egy egész falu áll mögöttük, összedobják a pénzt arra, hogy ez az egy ember el tudjon indulni. Nagyon sokszor képzett szakmával rendelkező ember, akinek van reménye arra, hogy Európába valahogy elhelyezkedjen. Hogyha ő a líbiai milicistáknak a fogságába esik, akkor az, hogy váltságdíjat követelnek érte, az egy teljesen bevált módszer. Cuando estábamos todavía con este caos, recibimos otra llamada de que había otra embarcación en la zona en peligro, que estaba al lado nuestro. Hacemos la misma operación, avisamos a las autoridades, no recibimos respuesta ninguna de Libia y decidimos actuar otra vez. Rescatamos de esta barca 64 personas más. Mientras tanto, Josef espera a que sea evacuado, pero mientras estamos realizando este tercer rescate, nos deja y se muere. Moments after, an Italian helicopter arrives to evacuate Joseph's body and his mother, along with the other baby and his mother, a pregnant woman and a man in critical condition. Tehát komoly pénzügyi lehetőségeket rejt egyrészt a kihasználásuk, tehát az, hogy bármiféle munkát elvégeztetnek velük, illetve az, hogy váltságdíjon keresztül további összegeket kapnak. Előfordul az, hogyha kiderül valakiről, hogy valóban tényleg váltságdíjra alkalmatlan, akkor utána elengedik, de azért elég rendesen letesztelik, tehát az a fizikai erőszak, amit ennek érdekében alkalmaznak, az nagyon megtörő, megrázó azok számára, akik ezen keresztül mennek. Igen, ez azért fontos tisztázni, tehát hogy nem arról van szó, hogy a líbiai befogadó állam vagy egy nemzeti honvédő hadsereg fogadja őket, hanem hogy konkrét bűnözők, tehát hogy kőkemény emberrablást, gyilkosságukat, bűncselekményeket elkövető szervezetek kezébe kerülnek ezek az emberek, és nem valamiféle állami támogatásban részesülnek. Hát a líbiai parti őrség az gyakorlatilag ugyanígy terrorszervezetnek tekinthető, tehát nem nagyon lehet elkülöníteni a magánszférát és az állami szférát ebben a tekintetben. Tehát az, hogy az államnak a fennhatósága alatt áll, semmiféle garanciát nem jelent, és ez sok más esetben is így van, tehát azért a görög parti őrségnek a fellépése is annak ellenére, hogy egy államnak a tisztviselői, és elvárnánk, hogy a hatályos törvényeket maximális mértékben betartsák, erről szó sincs. Akik átjutnak, akkor ugye hát magának a könyvnek is az a címe, hogy vagy hát Lesbos benne van a címében, mint Európa szégyene, de ők Lesbosról pár szót, hogy ott mi működik, hogy működik, és hát leginkább megint a miért, tehát az érdekek lesznek az érdekesek ebben leginkább szerintem, hogy miért nem azt az alapvetést képviseljük, amit hát keresztény kultúrának szoktak mondani, hogy szolidárisak vagyunk, megértőek, befogadóak, empatikusak azokkal, akik egyébként mondjuk a házuk lebombázása elől menekülnek, vagy nem tudom, nem erőszak és gyilkosságok elől. Tehát, hogy hova kerülnek ők, amikor megérkeznek, és mi várhat rájuk, és mennyi ideig?
Tehát az, hogy Lesbos az magában egy nagyon érdekes kérdés már. Tehát 1922-ben, amikor az Oszmán Birodalom feloszlatása után a friss török állam létrejött, akkor egy nagyon kemény etnikai tisztogatás zajlott, és körülbelül 2 millió görögöt kellett hazatelepíteni Görögországba, rengetegen meg is haltak, és ezeknek a leszármazottjai nagy részben azok, akik Görögországnak az Égei-tengeri szigetein, Lesboszon és Koszon, stb. Élnek. Így gyakorlatilag a családi narratívának az ismeretében tudják, hogy milyen az, amikor az emberek menekülésre kényszerülnek. Talán ez is ez játszik abban, hogy elképesztő empátiával viszonyultak az első menekült hullámokhoz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy nagyságrendileg 50 ezres sziget, ahova 2015-ben 650 ezeren érkeztek meg. Naponta 2000 emberek érkeztek egy olyan szigetre, amely ennek a befogadására teljesen felkészületlen volt, mégis megpróbáltak mozgósítani és létrehozni olyan területeket, olyan részeket, ahol be tudják fogadni az embereket. Az államnak a fellépése azt eredményezte, hogy volt egy központi tábor, a Moria tábor, ahol 18 ezer embert is volt, hogy elszállásoltak, de emellett voltak más táborok is, egy szolidáris tábor, amit civil kezdeményezés nyomán jött létre, ahol ezt próbálták kezelni. Egy idő után nagyon látszott, hogy a görög állam sokkal határozottabban kíván fellépni, és a bevándorlás politikának a sikerét ők abban kívánták mérni, hogy mennyire kevesen próbálnak benyújtani menedékkérelmet, ami odáig fajult, hogy az elmúlt 12 hónap folyamán kevesebben nyújtottak be menekült kérelmet, mint a hány embert illegálisan visszafordítottak a tengeren. Tehát egy nagyon határozott menekült ellenes politikát képviselnek. Az egyik leszboszi civil szervezet képviselőjével, amikor múlt héten beszéltem, akkor ő azt mondta, hogy ő számukra egyértelmű, hogy Leszboszból egy fasiszta laboratóriumot alakítottak ki azoknak az elképzeléseknek a tesztelésére, amik hát a következő évtizedekben várható nagyon erőteljes menekült hullámok esetén használhatók lesznek. Hú, ez kicsit ilyen összeesküvés elméletnek tűnik, de mégiscsak a valóság ez, ha jól értem, tehát hogy nem egy elméletről van szó, hanem hogy ez zajlik ma gyakorlatban. És itt felmerül a kérdés, hogy ez nekünk európaiaknak a valós érdekünk, vagy a világviszonylatban itt milyen arányokban beszélhetünk menekült áradatról, mert a világ számos részén vannak menekültek azért. Ugye az pont, akkor itt mondjuk is el, hogy a Tilos Rádióban mi beszélgettünk korábban, a Hajnali Hasadás című műsorban kedd reggel, ennek is berakom majd a linkjét, hogyha bővebben érdekel a téma, de ott elhangzott a szádból, hogy a világ 1%-ának, vagy a világ emberi populációjának 1%-a tulajdonképpen menekült. Ehhez képest ez a szám, hát mondjuk az, hogy elhanyagolható, akik itt jönnek át, ha jól értelmezem a dolgot, illetve az Európai Unió, mint olyan, az egyik leggazdagabb régió, tehát hogy akár lehetőség lenne más módon közelíteni a kérdéshez. Bőven lehetőség át volt is, tehát amikor a délszláv háborúk zajlottak, akkor azért ennél sokkal, tehát egy milliós nagyságrendű menekültet meg tudtunk oldani, akár amikor 1956-ban Magyarországról több százezren távoztak, az se jelentett problémát, hogy azokat a menekülteket befogadni, tehát azóta nagyobb lett az Európai Uniónak a népesség, vagy Európának a népessége is, sokkal gazdagabb lett, tehát nem jelentenek gondolatot. 65 millió menekültről számol be a menekültügyi főbiztosság, akik közül 25 millióan kifejezetten erőszak elől menekülnek, tehát háborúk, bombázások, etnikai tisztogatások és hasonlók elől. A görög szigetekre mostanában, hogyha megnézzük, tehát egy néhány tízezer emberről van szó. Ezeknek a sorsát megoldani képtelenek látszik az Európai Unió, illetve Görögország. Ott tartunk gyakorlatilag, hogy Lesbos szigete le van zárva, onnan nem tudnak kimenni, pedig egy ekkora népességet, hogyha egész Görögországba osztanának el, az másokkal megoldhatóbb lenne, hogyha pedig a többi tagállam is aktívan részt venne, akkor ez nagyon gyorsan megoldható lenne. Amikor 2020. szeptemberében Moria leégett, és arról azért a nemzetközi sajtó eléggé sűrűn beszámolt,
akkor volt némi szolidaritás, főleg a kísérő nélküli kiskorúakat, azokat sikerült biztonságos körülmények között elhelyezni, egy picit tovább menve az egész ottani lakosságot sikerülhetett volna elhelyezni, de úgy látszik, hogy erre nem volt elég politikai szándék. Politikai szándékról azt nyilatkozza Jean Ziegler a könyvben, hogy a hotspotoknak, az érkezési befogadó állomásoknak igazából a célja az elrettentés, tehát olyan körülményeket teremteni, hogy elrettentsék azokat, akik útnak indulnának, és inkább maradjanak otthon. Amit hát tudjuk jól, hogy nem működik, tehát hogyha valakinek lebombázzák a házat, akkor nem azt fogja nézni, hogy abban a másik országban most őt milyen körülmények között fogadják, hanem az életét fogja menteni, meg a családtagjainak az életét, tehát ő mindenképpen útnak fog indulni. Hogy aztán utána mi történik vele, hogy hagyjuk-e, hogy például repülőgépen keresztül érkezzenek Európába, vagy pedig a tengeri utakra kényszerítjük őket, amik nem biztonságosak, és amit még kevésbé biztonságossá teszünk azzal, hogy az Európai Uniónak a parti őrségei azok nem azzal a céllal járják a tengert, hogy a bajba jutottakat menekítsék, hanem hogy ezeket visszafordítsák, sőt, hogyha civil szervezetek próbálkoznak ezzel, akkor még az ő munkájukat is ellehetetlenítsék, akkor bizony nagyon nagy gond van. Mondtad, hogy itt megoldás lenne, vagy hogy mondjam, tehát hogy a politikai akarat hiányzik. A politikának van nyilván egy olyan ága, hogy az emberek elvárása után megy, tehát hogy nem ága, de hát hogy van egy ilyen megfelelési kényszer a politika alakításában. Itt pont Merkelről beszéltünk, hogy 2015-ig Németország vagy 2016-ig egy befogadó politikát folytatott, és akkor a szélső jobb előretörése okán Merkel is változtatott ezen a politikán, de hát igazából ez egy belső, de külső nyomásra mégiscsak az embertelenség irányába vitte a dolgot. Mi lenne a valós megoldás, tehát hogyha valóban keresztényi hozzáállással közelítenénk a problémához, akkor A. lehetne erre megoldást találni, B. finanszírozható lenne, C. mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Nem hiszem, hogy ehhez különösebben kereszténynek kell lenni. Tehát az a fajta szolidaritás... Szuper, akkor tágítsuk, tehát mondjuk azt, hogy normális emberi... Az a fajta szolidaritás, amit ez igényel, az azért a legalapvetőbb emberi értékek között van. Mindössze be kéne tartani talán azokat a vállalásokat, amit mindannyian tettünk, amire akár egy Európai Uniót, mint értékközösséget alapoztunk már a kezdetektől fogva. Tehát az, hogy a szomszédomat lebombázzák, akkor segítek neki, az nem, talán nem a gazdasági szempontok felől kellene elsődlegesen közelíteni, de ha a gazdasági szempontok felől közelítjük, akkor se azt látjuk, amivel itt riogatnak, hogy haszonlesők és ez mennyibe fog kerülni. Tehát hogyha megnézzük, hogy akár Angliába, akár Németországba a menekültek a gazdasághoz hozzátettek, vagy pedig elvettek tőle, akkor nagyon komoly hozzájárulást látunk tőlük. Ehhez persze, ez a gazdasági hozzájáruláshoz az, hogy határokat húzunk, és kit engedünk be, kit nem engedünk be, ez egy nagyon-nagyon érdekes és összetett kérdés. Amikor a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés gyakorlatilag leállt 2020 tavaszán, akkor láttuk, hogy volt arra lehetőség, hogy a kelet-európai olcsó mezőgazdasági munkaerő számára végül is mégiscsak megnyissák ezeket a határokat, ide vagy oda az egészségügyi megfontolások. Tehát azt látjuk, hogy bizony a határoknak az ellenőrzése az bizony nagyon komoly gazdasági érdekeket rejt. Igen, de ez a hosszú táv igazából, amiről beszéltél, tehát még hosszú távon is akár megérhetné gazdasági szempontból is befogadni embereket. Rövid távon viszont mire költünk ma? Tehát, hogy ugye itt most megint az Európai Unióról beszélünk, felmerült az is talán a könyvben, hogy leginkább talán a fegyverlobbi az, amelyiknek érdekében áll fenntartani ezt a helyzetet, de gazdaságilag nekünk adófizetőknek egyáltalán nem biztos, hogy ez az érdekünk. Igen, tehát hogyha megnézzük például, hogy Magyarország hogyan viszonyul a fegyverkezéshez azzal, hogy a Rheinmetall, a magyar állam megállapodást kötött, és ez 2 milliárd euróba került csak tankvásárlás címén a magyar adófizetőknek 2020. augusztusában, akkor látjuk, hogy itt nagyon-nagyon komoly összegekről van szó, és hogyha esetleg ezt megpróbálnánk leosztani azzal az 50 ezer emberrel, akikről itt beszélünk, akkor azt látjuk, hogy azokból az összegekből ezt nagyon-nagyon kényelmesen meg lehetne oldani. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a magyarországi
bezárásuk előtt a magyarországi tranzitzónáknak a fenntartása mennyibe került, de arra nem jutott elég pénz, hogy az élelmezésüket rendesen biztosítsuk. Ezt sokszor a Strasbourg-i bíróságon kellett ennek érvényt szerezni, vagy akár, hogy a gyerekeknek oktatást biztosítsunk, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon nem abba az irányba megy a pénzeknek a felhasználása, mint kellene. És hát a fegyverlobbi, ahogy említetted, az nagyon-nagyon komoly szerepet játszik. A határok ellenőrzése az Európai Unió számára egyre nagyobb pénzösszegeket jelent, tehát így gyakorlatilag a 2020 előtti időszakhoz képest meg háromszorozódott ez a költségvetés, és ilyen 15 milliárd eurós összegekről beszélünk, hogyha a határ és parti őrség a Frontexnek a költségvetését nézzük, azt látjuk, hogy az is az egekbe szárnyal gyakorlatilag, és ezeknek a feladata az az, hogy gyakorlatilag a határok biztonságát garantálják, az ember életeknek a mentése az ehhez képest másodlagos. Erről egy nagyon megrázó beszámoló van a könyvben, ahol a Proactive Open Arms civil szervezet a Frontex-szel konfrontálódik, gyakorlatilag egy menekülteket szállító hajót akarnak segíteni, ahol a hideg miatt egy kihűlt kisbaba is van, nem tudnak segíteni, és ezek után azt tapasztalják, hogy valószínűleg ez a baba az anyakarjába kihűlt és meghalt, és amikor ezt felhányják a Frontexnek, akkor a Frontex azt nyilatkozza, hogy hát a mi feladatunk az a határoknak, a biztonságának a garantálása, nem pedig az emberéleteknek a mentése, ami hát mutatja, hogy valami nagyon-nagyon rosszul van itt priorizálva. Jaj, jó, igen, tehát akkor igazából azt a rendszert tartjuk fönn, hogy embertelenséggel válaszolunk egy embertelen helyzetre, tehát ugye azokat az embereket, akiket, hát még beszélni is nehéz róla, mert ugye Magyarországon egészen más kontextusba kerül a téma, tehát a védjük meg a kultúránkat, és ne engedjünk be ide senkit, és a nem tudom, nemzetünk megy tönkre, hogyha emberségesen bánunk velük, és mindez egy ilyen keresztény imád, én ezért emeltem ki mindig, mert ugye itt állandóan ezt hallgatjuk, hogy keresztényi állam vagyunk, és ehhez képest én nem gondolom, hogy Jézusnak mondjuk ne lenne pár szava ahhoz a hozzáálláshoz, amit valójában a valóságban képvisel mind az Unió, mind Magyarország, de hogy ha jól értem, maguk az államok azok nem tesznek semmit, de hát ott vannak civil szervezetek, akiket, vagy amelyeket említettél te is, az ő munkájukat segíti vajon ez a közösség, vagy ott is az elretentés és az ellehetetlenítés megy, és hát persze sajnos tudom a választ. De hát, ha mások akkor, nem. Akkor adok majd mindjárt egy olyan választ, ami ennek szerencsére egy kicsit ellent is mond. Tehát nagyon sok civil szervezet van, amelyik ebben ezen a területen dolgozik, tehát a tengeri mentéseket végző civil szervezetek, a Proactive Open Arms volt az utolsó, amelyik ezt fenntartotta, de az SOS Mediterránén is nagyon sokáig működtette a hajót. Tehát volt olyan időszak, amikor egy olyan tucatnyi hajó járta a földközi tengert, hogy a bajba jutottakon segítsen. Ők egyre inkább ellenszélben dolgoznak, tehát amikor annak elég nagy sajtóviszonya is volt, amikor 2019-ben Carola Rackete hajóskapitány megpróbált kikötni Olaszországban, de az olasz belügyminiszter Salvo Martini ezt kifejezetten megtiltotta. Ekkor majdnem három hétig fel alá kószáltak a tengeren, várva arra, hogy mégis lehetőség nyíljon erre, és utána nem volt más lehetőség, gyakorlatilag vagy kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy lázadás lesz a hajó, mert elfogy az élelem, mert az emberek nem bírják tovább Cérnával, vagy pedig azt mondja, hogy jó, akkor én bemegyek a kikötőbe, lesz, ami lesz, és a parti őrség zárján áttörve így kikötöttek, amit Salvini rögtön háborús cselekménynek minősített. Carola Rackete azzal védekezett, hogy ő a tenger törvényét tartotta tiszteletben, tehát hogyha valaki életveszélyben van a tengeren, akkor ezt ki kell menteni, és a legközelebbi biztonságos kikötőbe kell vinni. Bíróság elé is kívánták állítani, a bíróság végül fölmentette, mert valóban ez a törvény, ez prioritást élvez. És most úgy néz ki, hogy lehetőség van arra, hogy talán Salvini, mint volt belügyminiszter, az ember életek kockáztatása miatt bíróság elé kerüljön, tehát a kocka az eléggé fordul.
Tehát, ha jól értem, azért más perek is vannak folyamatosan. Tehát most ez volt a pozitív példa, de volt Pia Klempnek, egy hajóskapitány nőnek egy TED előadása, ahol meg elmondta az ő esetüket, ahol 20 év börtön fenyegetettséggel néznek szembe, miközben semmi más nem tettek, mint életeket mentettek ki ugyanígy. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez egy pozitív példa, de találkozunk sajnos számos ellenpéldával, tehát amikor a Salvini féle hozzáállás teret nyer, és hogy mondjam, végigviszi az akaratát. Igen, igen, tehát az államoknak, hogyha egy menekültellenes politikát folytatnak, akkor bizony nagyon lehetőségük van arra, hogy törvényekre hivatkozva el lehetetlenítsék azokat a civil szervezeteket, amelyek más törvények prioritását hangsúlyozva emberéleteket akarnak menteni, és akkor ezek a civil szervezetek bizony arra kényszerülnek, hogy óriási erőforrásokat fordítsanak a perekre, és álljanak elébe a jogi procedúrának. Tehát nem csak Pia Klemp előadásában nem csak arról beszél, hogy 20 év börtönre járjuk, hanem másfél évig tartó kirakat per, és körülbelül 500 ezer eurós jogi költségekkel számolhatnak. A törvény, ki kezeli a törvényt, kinek van módjában törvényes eszközökkel el lehetetleníteni a másikat, ez egy nagyon alapvető kérdés. Hát Magyarországon látjuk, hogy a törvényeknek a megfelelő átírása az micsoda elképesztő hatalmat biztosít. De hogyha a civil társadalom megmozdul, akkor bizony tehet ez ellen. Tehát egyrészt Pia Klempéknek a 500 000 eurós ügyvédi díja az elég gyorsan összejött a szimpátia adományoknak a révén, és hogy mondjak egy picit saját példát is, itt Bordóban, ahol lakom, van egy Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés, tehát mondjuk Isten hozott mobilizáció a menekültekért rendezvénysorozat, ahol civil szervezetek, kulturális egyesületek, színházak, színjátszó csoportok, koncertek és hasonlók állnak össze, hogy úgy egy-másfél hétre, évente egyszer ezt a témát valahogy a nagy közönség elé tárják, és gyűjtsenek az SOS Mediterrán hajójavára. Itt nálunk is zajlottak a mi színházunkban olyan előadások, ahol sikerült komolyabb összegeket összeszedni erre, ennek a hajónak a számára, és ez a civil mobilizáció végül arra késztette Akitániának a kormányzatát, hogy ők is 50 000 euróval hozzájáruljanak. Tehát a civil kezdeményezés az bizony a politikai légkört is befolyásolhatja, és akár a közpolitikát, közpolitikai döntéshozóknak a döntéseit is képes befolyásolni, természetesen akkor, hogyha erre van nyitottság. For 7-year-old Balgani from Guinea, there is still a long road ahead. Én igazából ezt az egész videócsatornát azért kezdtem el, hogy valamilyen módon példát mutassak azon emberek által, akik kiállnak a mindenkori hatalommal szemben az elveikért, az igazságosság, a szolidaritás mellett, és szerintem nagyon fontos üzenet, hogy mit tehet az az egyén, aki mondjuk megnézi ezt az adást, hogy ő maga hogyan tud részt vállalni ebből a folyamatból, mert nagyon sokan ülnek a fotelben, azt mondják, hogy hát itt Magyarországon, a kis faluban vagy a nagyvárosban mit tudnék én tenni ezért. Nyilván támogathat bárki a pénzével egy civil szervezetet, akik, amelyik helyben dolgoznak, de hogy mi van ezen kívül, tehát hogy mit tudsz üzenni, vagy az is egy kérdés, persze lehet, hogy személyes példa, még ragadósabb is tudni, hogy te magad mit teszel, vagy hogy kerültél a téma közelébe, és mit tudnak mások tenni, akik arra várnak, vagy vágynak, vagy hogy mondjam, tényleg megértéssel, hogy szeretnének segíteni, de nem látják az utat. Nem egyedül vagyunk, tehát azt kell fölfogni, hogy sok más emberhez össze tudunk kapcsolódni, és együtt újabb embereket tudunk az ügy mellé állítani, és sokan, hogyha mozdulunk, akkor sok mindent lehet tenni. Itt nálunk mondjuk a művészet, a színházi előadások erejével sikerült egy olyan mozgósítást elérni, amivel nagyon sokaknak tudtuk a gondolkodását egy kicsit talán befolyásolni, vagy mellé állítani. Tehát amikor van mondjuk egy színházi előadás, aminek az elején vagy a végén egy menekült, egy
5 percet beszél és elmondja a saját helyzetét, akkor akik ott vannak az előadáson, azok valószínűleg picit máshogy fognak ezek után a dologra ránézni. Az, hogy esetleg, ha lehetőségük van arra, akkor személyesen segítsék ezt az embert, vagy beszélgessenek róla, és jobban megismerjék a helyzetét. Apró lépésekben nagyon messzire el lehet jutni. Tehát az, hogy egyfajta nem bezárkózni, hogy én egyedül mit tudok csinálni, hanem megnyílni, beszélgetni róla, megtalálni azokat az embereket, akik hasonlóan érzékenyek, akik esetleg már tettek valamit, és amihez mi is hozzá tudunk tenni, így sok apró lépéssel messze lehet jutni. Jó, csak az egyik ilyen lépés lenne az, hogy még egyszer, amiről beszélgetünk, ugye alapvetően a Lesbos Európa szégyene című könyv Jean Ziegler írása, amiről maga a beszélgetés folyt, és Pirot Attilával beszélgetünk, ugye, aki fordított ezt a könyvet, de hogy ennek a megvásárlása is egy ilyen lépés tud lenni, és ezzel most nem a reklámot akarom, hanem hogy nagyon fontos, hogy az információ eljusson hozzád, drága néző, és aztán te tovább tud adni másoknak, akik esetleg nem férnek hozzá a könyvhez, de hogy maga az a könyvhez hogy lehet hozzáférni, hogyha valaki nyitott erre, mikortól, merre, ezt még egyszer azért mondjuk el, mert lassan lekerekíteném a dolgot, hogy azt hiszem, hogy annál részletesebben talán nem fogunk tudni mit semmit átadni, mint aki elolvassa valaki. Igen, ez valószínű. A könyvmecénás.hu oldalt ajánlom, hogy látogassák meg. Ott a könyv támogatható, előrendelhető, illetve a könyvhöz kapcsolódó anyagok megtekinthetők, és akkor ez alapján dönti el a kedves néző, olvasó, hogy mennyire érdekli a téma. Megvásárolható utána a könyv a Lira, a Bookline írókboltja és több független helyen. És amit mindenképpen támogatnék, hogy ne egyedül próbáljuk feldolgozni ezt a témát, hanem beszélgessünk róla, adjuk tovább a könyvet, hogyha sikerül megoldani, akkor a könyv bemutatóhoz egy fotókiállítást, itt mögöttem van egy-két kép, ezeket ki fogjuk állítani, ami egy viszonylag közösségi feldolgozást tesz lehetővé. Itt nálunk Bordóban lehetőség volt arra, hogy ezekre az előadásokra akár iskolai osztályokat meghívjunk, illetve akár gyerekek számára is rendezünk előadásokat, amivel valahogy tudtunk kapcsolódni a témához. Minél közösségibb feldolgozással nyúlunk ehhez a témához, annál messze fogunk tudni jutni. Jó, én akkor most itt le is zárnám a mi beszélgetésünket azzal, hogy a könyvmecénás.hu oldalon is föl vannak sorolva, ha jól emlékszem, szervezetek, akiket egyébként pluszban lehet felkeresni az oldalukat, informálódni, illetve támogatni munkájukat. Ezt én magam is itt a videó alján, a leírásnál be fogom tenni, tehát ha valaki szeretne ebben részt venni, úgy értem én ezt ilyenkor, hogy emberségesen közelít a témához, és nem a demagóg populista megközelítést veszi be csak, akkor erre mondjuk támogassuk egymást azon, hogy lehetőséget biztosítunk. Úgyhogy szerintem ezzel most itt lezárnám, de ha lesz még ilyen dolog, akkor mindenképp beszélgetünk erről. Hát lehangoló nagyon Attila veled beszélgetni, ne haragudj, hogy ezt mondom. Témáról. Szerencsére a könyvben van egy-két eléggé lelkesítő rész is, úgyhogy... Jó, akkor már csak ezért is vegyétek meg a könyvet, vagy nem a vegyétek meg, hanem az olvassátok el, tehát hogyha ilyen van, akkor ez, hogy mondjam, a lelkesítő rész az mindenképp fontos. Azt hiszem, egyébként az élet minden más területén is fontos lehet, hogy kicsit lelkesebbek. Jó, nagyon köszönöm, Attila. Én köszönöm, Péter.